Ma délelőtt várták a cegrédi tűzoltóságra azokat a fiatalokat, akik a lánglovagok nem könnyű, ám gyönyörű hivatását szeretnék választani. A 21 éves Monori Ferenc egyike a 17 jelentkezőnek. Gyerekkorom óta szeretnék tűzoltó lenni, de a hivatás iránt az érzés az elmúlt években erősödött meg. Ezen felül a katasztrófavédelmi kirendeltségnél töltöttem a közösségi szolgálatomat is. Fontosnak tartom, hogy életeket mentsünk, és ezen kívül, szóval még arra is szeretnék kitérni, hogy fontos a katasztrófavédelem, vagy a katasztrófának a megelőzése is. És többször is részt vett a ceglédi tűzoltóságon tartott katasztrófavédelmi versenyeken szép sikerrel, tette hozzá Monori Ferenc. A katasztrófavédelem egész Pest megyében toboroz, a létszám utánpótlást szeretnék biztosítani. A jelentkezők zöme komolyan gondolja, hogy tűzoltó szeretne lenni, mondta a ceglédi parancsnok. Érdekes volt a toborzás során látni, hogy azokat a fiatalokat újból találkozni velük, akik már járási mentőcsoportban is tevékenyen részt vesznek, esetleg önkéntesként is megjelennek itt-ott, és közösségi szolgálatként is találkozunk velük, vagy esetleg ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen is. És ez nagyon jó látni ezeket a fiatalokat, hogy itt egy ilyen toborzás alkalmával is megjelennek, és szándékukat jelzik, hogy szeretnék ezt a kitűnő hivatást választani. Aki megfelel a követelményeknek, moduláris képzésen vesz részt, tette hozzá parancsnok. Szigorúak azért a felvételi követelmények, ugye, de itt azért elég sok tetrekész, életerős, egészséges fiatallal tudtunk találkozni, és úgy gondolom, hogy egy hosszú távú pálya, tehát mindenféleképpen aki idejön és jelentkezését leadja, az mindenféleképpen a tűzoltósággal hosszú távra tervez. A kormány rendvédelmi életpálya modellje több lépcsős. A tűzoltók bére 2015. július 1-én 30%-kal emelkedett. Ezt követően 2019. január 1-ig minden év elején további 5%-kal nő a fizetésük.